Egyszer egy erdélyi gyülekezet volt itt látogatóban nálunk, és nem felejtem el, egy testvér kiállt, egy idős testvér, talán 70 fölött lehetett már, és azt mondta, hogy rendkívül megfáradt a hitéletbe. Mély pontja volt, és azt mondja, hogy én nem folytatom tovább. Ennyi volt a hívő életem. Nem tudok tovább menni. Annyi minden volt az életében. És elhatározta, hogy elmegy az egyik testvérhez, és elmondja ezt neki. És leültek ott, az is hívő testvér volt. Azt mondja, hogy ide figyelj, tudsz másképp élni? Ez tényleg, tudnék én másképp élni? Leéltem több évet, évtizedet Krisztussal. Ő vezetett, ő jelen volt az életemben. Én nem tudok már másképp élni. És olyan jó, amikor ezt kimondjuk, akár több éves, évtizedes hívőként, hogy Uram, én nem tudok és nem is akarok másképp élni, hanem csak veled. És olyan jó volt, hogy a testvér megerősödött az ő hitébe. Nem hagyja el Isten az övéit. Lehet, hogy meggyengülünk, lehet, hogy mély pontokat járunk be, de ott van, jelen lesz. Lehet, egy testvérben lesz jelen. Lehet, egy szolgálaton keresztül, egy igén, egy reggeli csendességen. Vagy egy éneken keresztül, de felemel bennünket, nem akarja, hogy hajótörés szenvedjünk, nem akarja, hogy meggyengüljünk.